Anyanyelvként minden nyelv egyformán nehéz, vagy könnyű. Ahova pottyantott a gólya, az lesz az anyanyelve. Azt megtanulja ugyanolyan tökéletesen, mint bárki más. Nyelvészetileg erre nemmel kell válaszolnom. Érzületben természetesen lehet ilyet mondani. Nincs veszélyben, mert hát kb. 12 millió beszélő van, az nagyon sok. Tehát a világ nyelveiben ennél sokkal kevesebb, mondjuk észt nyelvnek körülbelül csak 1 millió beszélője van. Az izlandinak csak 300 000 van. 1 millió alatt lehet egyáltalán veszélyeztetettségről beszélni. A magyarnak 12 millió, több beszélője van, mint a görögnek például. Annak is csak 9-10 van. Az igaz ugyanakkor, de hát ez nem nyelvészeti kérdés, hogy bizonyos területeken, a Trianonkor elcsatolt területeken, ahol azelőtt a magyar sokkal elterjedtebb volt, egyre csökken a magyar beszélők és egyáltalán a magyarul tudók száma. Ez kétségtelen. De valójában ez nem a nyelvet, hanem az embereket érinti. Mert ugye attól még, pláne hát a mai Magyarországon, vagy a Székelyföldön, ott vígan él, és ugyanúgy beszélnek, mint azelőtt. A magyar szókincs az elég rendben van. A kifejezésnek néha persze nem egy szó a titka, hanem hogy össze lehet-e tenni egymással kettőt-hármat. Lehet-e azt mondani, hogy méhen kívüli terhesség? Hát ugye most ez egy szó? Nem, ez nem egy szó, ez kettő. De mégiscsak mondhatom, hogy azért ez egy fogalom. Úgy szoktuk mondani a nyelvészetben, hogy ez lexikalizálva van. Tehát szinte ez a szótárba bevonul. Vagy mondjuk osztott sávos autóút. Ugye ez is, ez egy dolog tulajdonképpen, jól lehet, kétfelé lehet mondani, de mégis. Tehát ha így veszük, akkor már mindent ki tudunk fejezni, mert összeteszünk dolgokat. A tudományok persze sok idegen szót vesznek be, hát mit tudom én, latin szavakat, mint komputer, tomográf, ugye CT, vagy hát diabétesz, a cukorbajra, meg ilyesmit, de hát ezt mindenütt csinálják. A magyar szavak azok érdekesen beoszthatók az eredetüket tekintve. Vannak öröklött szavak, amelyek a finnugorból jönnek velünk, mindig is, hát ameddig a szem ellát, visszafelé megvoltak. Hogy így mondjam, mintha az ükanyánktól örököltük volna, hogy aztán ő honnan örökölte, hát természetesen nem tudjuk, illetve a finnugor az nyilván egy még régebbi nyelvcsaládból, az uráli nyelvcsaládból öröklődik. Hát eddig tudunk visszamenni, 3-4 ezer évre, azért az elég szép. Ezek a legalapvetőbb szavak, mit tudom én, fog például, tehát ami a szájunkban van, vagy máj, vagy él, van, meg tényleg a legalapvetőbb szavak, 2-3, ilyesmi. De hát aztán a magyarság ugye különösen sok más néppel került kapcsolatban, mert nagy utat tett meg az Urálból idáig, és akkor bejöttek szavak a törököktől, akikkel kapcsolódott, a szlávoktól, akik már akkor itt éltek, a latinból a vallás miatt, a németektől a politika miatt, és így tovább. Ez folytatódik ma is, tehát mondjuk a kamion például ugye a franciából van, a mafiózó az olaszból van, a loser az angolból van. Néha egészen színes sorsuk van a szavaknak.
a bikini például, ugye az a kétrészes női fürdőruha, az valójában egy viccnek köszönheti az eredetét. Ez egy szigetnek a neve, ami a Csendes-óceánban van, ahol atomkísérleteket végeztek és felrobbantottak. Hát ugye atombombát, de mivel az egy kísérlet volt, ezt le is filmezték. Mindenki látta ezeket, azért a gomba felhőket, ugye ez volt a bikini. Na most, amikor először nők ilyenben megjelentek, akkor valamelyik francia újságíró kitalálta, hogy ő neki úgy elvakította a szemét, mintha egy atomrobbanást látott volna, de azt mondta, hogy egy bikini jelent meg a strandon. És hogy az neki egy akkora durranás volt, hogy így mondjam. És ezért magát, ezt a fürdőruhát kezdték bikininek nevezni. És nagyon kedves, mert teljesen véletlenül a bi szócskával kezdődik, ami egyébként a görögben és a tudományos nyelven a kettősséget jelenti. Bipoláris, ugye két sarkú, és így tovább. És ezért sokan úgy gondolták, hogy azért bikini, mert hogy két különböző részből áll, és aztán ugye már később megjelentek nők, akik már a melltartó részt nem használták, csak a bugyit, és azt monokininek nevezték, mondván, hogy az már csak egy darab van. Nagyon, nagyon jó. A bulvár az egészen más, franciául bástya azt jelenti. Maguk a franciák ezt a hollandból vették át, de hát ilyen töltés, bástya, ilyen földvédmű. És Párizst is ilyenek vették körül, később ezekre nem volt szükség, és mivel ott házak nem álltak, hát széles utakká alakították őket. De a neve megmaradt, továbbra is bulvárnak nevezik ezeket, ma is Párizsban. Ezek gyakran ilyen körgyűrűszerűen, mert ugye eredetileg ez volt a célja, de azért aztán már más széles utakat is bulvárnak neveznek. Na most ez átkerült a magyar használatba, és Pesten is, hát főleg a nagy körutat nevezték bulvárnak. Okkal egyébként. De magára az útra nem használták, hanem arra a kulturális közegre, ami ezen az úton tenyészett. Tehát az olcsó szórakozás, a szenzációhajhászás, az olyan színház, ami hát inkább egy alacsonyabb tömegigényt elégített ki, vagy az olyan újságok, amiket nagy hangon ott ábrázolta, vagy árusítottak. És magyarul tulajdonképp ma már csak ezt jelenti. Hát ez egy remek hely, a Szabó Ervin könyvtár. Minden könyvtár remek hely, de hát a Szabó Ervin különösen, mert hát a legtágabb közönség igényeket elégíti ki, bárki bejöhet, és nagyon sokféle könyv van. Hát itt is bámulatos, hogy tulajdonképpen egy ilyen kis kerületi könyvtárban is micsoda gazdagsága van a könyveknek. Hát nem tudom, a helyesírás ugye az egy szabályzat, ami nem kötelező, tehát nem jogszabály, hanem a Magyar Tudományos Akadémia ajánlása. És ezt ő dönti el, ez egy bizottság, amelyik hát hozzáértő szakemberekből áll, és tudom én, 5 évente összegyűlnek, és megállapítják, hogy nem kell-e változtatni. Hát ők amiatt nem fogják változtatni, mert sokan hát helytelenül írnak, vagy leegyszerűsítenek. A kiejtésnek utána mennek, tehát például azt a szót, hogy árbóc, azt mindig is, vagy nagyon régen hosszú óval mondtuk, de a helyesírásban rövid óval volt, de most már megváltoztatta az akadémia, azt mondta, hogy jó van, akkor mostantól kezdve tessenek hosszú óval írni. Az, hogy sokan gondatlanul és hibásan írnak, azt az akadémiát nem fogja befolyásolni. Tehát hát még ott van. De azt mondanám, hogy a kreszt se fogják módosítani azért, mert sokan levágják a balkanyart, és átmennek a másik oldalra. Tehát ez nem tudom, nem. És hát meg az ember baloldalt is vezethet egy poros vidéki úton, ahol tudom, hogy nem jön senki se közszembe, meg kátyuk vannak. Ilyen a csetelés is. Tehát, hogyha én úgy is tudom, hogy megérti, amit írok, nem látja a tanárnő, nem látja az akadémia, hát akkor hadd írjon. Tehát ebből nem következik az iménti vezetéses példánál maradva, hogy ő ne tudná, hogy jobb oldalt kellett volna
menni, de hát ott vannak a kátyuk, hát most hadd menjek valahol, most ezért nem fogják megbírságolni. Nyelvtudományos értelemben nincsen, úgy értem, ha épp elmélyű valaki természetesen. Nem is függ a műveltségtől, hiszen tudjuk, vannak népi mesemondók például, akik akár még analfabéták is lehetnek, és gazdagon, és kellemesen, és szépen adják elő meséiket. Úgyhogy a néprajz kutató ugye csettint a gyönyörűségtől. Az egy másik kérdés, hogy lehet-e eltérni az akadémiai vagy a művelt normától. Lehet. De az eltérés az nem hibás, hanem egy másik szabályt követ. Tehát ez, hogy is mondjam, csak illem kérdése. Kicsit talán olyan, mint hogy bizonyos kultúrákban fekete ruhában gyászolnak, mint nálunk, más kultúrában fehér ruhában gyászolnak. És ott meg az volna furcsa, hogy én feketében jelennék meg a temetésen, milyen szabálytalan vagy hibás viselkedés lenne. Tehát az, aki azt mondja, hogy én nem fognák hozzá ehhez a munkához, az is egy szabályt követ, hiszen ő mindig így mondja. Én előre meg tudom jósolni, hogy megint így fogja mondani, és neki ez a nyelve. És ő azt mondja, hogy én nem néznék rá, és én nem látnák benne semmit. Tehát ő megkülönbözteti a néznéket meg a látnákot a magyar nyelv általános szabálya szerint, amit hangrendi illeszkedésnek nevezünk. Az egy másik kérdés, hogy a művelt nyelvhasználatban ez nincs benne ebben az ige alaknak az esetében, és néznék, és látnék van. Eltérés tehát van a művelt normától, az is szabálykövetés. A nyelvészet az nem tud arra válaszolni, hogy miért az egyik van stigmatizálva, és miért nem a másik. Tehát ez történelmileg így alakult ki, hogy miért az egyik olyan, mint a baloldali meg jobboldali közlekedés. Hát fordítva is lehetne, de ha persze így van, akkor tessék betartani, ha műveltnek akarsz kinézni, akkor ezt kell követni, de az nem jelenti azt, hogy a másik az helytelen volna tudományos értelemben, az is működik.